Rozsdás alkatrészek, milliméternyi vékonyra kopott féktársa. Egy szekszárdi autószerelő készítette ezeket a fotókat a hozzá bevitt egyik kocsiról. A férfi kifejezetten arra a márkára specializálódott, amivel egy fiatal néhány napja halálos balesetet okozott Várdom közelében. Szabó Gergely azt mondja, egyre több hasonló állapotú autót visznek be hozzá, ő pedig rendszeresen figyelmezteti a tulajokat, hogy az ennyire elhanyagolt járművek életveszélyesek, az ügyfelek gyakran csak legyintenek. Ezek a német gyártmányú luxusautók magas szervizköltségigényűek, pláne ha olyan idősek, mint a balesetben érintett. A sofőröknek ezzel feltétlenül számolniuk kell. Szabó Gergely viszont azt mondja, egyre gyakoribb, hogy olyan kocsikkal találkozik, amiket otthon, házilag, bontott vagy utángyártott alkatrészekkel szerelnek fel, ez pedig életveszélyes. Ezek az autók már életé váltak ennek a korosztálynak, tehát az 1 millió forint alatti autó meg lehet már azért fizetni egy normális fizetésből, de teljesítmény ugye 200 euró környékén vannak, és ezeket a gyári állapotba tartani nagyon sokba kerül. Tehát a vételát rá lehet költeni adott esetben az első évben már, hogy ezt tudja. Most ezt nagyon kevesen teszik meg. Vagyis gyorsan lehet ezekkel a státuszszimbólumnak számító autókkal hajtani, miközben a tulajdonosaik nem fordítanak figyelmet a karbantartásukra. Bontott, silány minőségű alkatrészeket építenek be a kocsikba, így viszont a járművek viselkedése kiszámíthatatlanná válhat. Meglátnak annak a tulajdonságait, tehát nem ugyanaz a féktáv, nem ugyan lesz az autónak a kanyadási képessége. Adott esetben nem viszik szervizbe, hanem esetleg otthon megszerelik, aminek azért ennek is több hátránya van. Tehát egy futóműbeállítás után ugye kötelező nálunk egy futóműbeállítást elvégezni, ezt a városba el szoktam vinni, az ügyfélautókat is megcsináltam rajta, most otthon ez nem biztos, hogy megtörténik. A szakember szerint az ilyen autóknál fontos, hogy csak magas minőségű, eredeti alkatrészekkel pótolják a régieket. Emellett a szakértő azt tanácsolja, hogy a kocsikat semmiféleképpen ne közúton, hanem erre a célra kialakított pályákon teszteljék a tulajdonosaik.